Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszeret című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az atlétikai VB első napjának első számában áll rajthoz Helebrant Máté. Hatházi Dóra és Stankovics Anna is negyedik helyen végzett az egyetemi világjátékokon. Pénteken már felkészülési meccset játszanak Szolnokon a Kék Cápák. Változatlan kerettel kezdte el a felkészülést a nyírvátori férfi kézilabda csapat. Augusztus utolsó vasárnapján ismét megrendezik a Nyíregyházi Futófesztivált. Már az atlétikai világbajnokság első napjának első számában rajthoz áll Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló szombat reggel 8:50-kor ott lesz a 20 kilométeres távrajtjánál. A háromszoros olimpikon 3 hetes spanyolországi edzőtáborral hangolt a VB-re. Először voltunk magasati edzőtáborban, pontosan 2320 méteres magasságban edzőtáboroztunk 3 hetet a spanyolországi Sierra Nevada-ban. Ez egy edzőkomplexum, mindennel felszerelve, futópálya, futófolyosó, konditerem, tényleg minden megtalálható volt, ami a felkészüléshez szükséges. Minden edzésmunkát el tudtunk végezni, így ezért úgy gondolom, hogy a felkészülésem az jól zajlott, és az időeredmény és amiket az edzéseken gyalogoltam, azok azt mutatják, hogy jó formában vagyok. Ezt egyébként már a július elejé országos bajnokságon is bizonyítottam, hogy 5000 méteren ugye egyéni csúcsot gyalogoltam. Ott már azért lehetett látni, hogy elég gyors vagyok. Bízom benne, hogy az augusztus 19-i 20 km-es gyalogláson is majd tudom ezt bizonyítani egy egyéni csúcsa. Amikor legutóbb beszélgettük, még nem tudtad, hogy a 35 vagy a 20 kilométeres távon állsz a rajthoz, mi döntött a rövidebb táv mellett? Két tényező döntött. Az egyik az, hogy jövőre a Párizsi olimpián 35 kilométeres gyaloglást nem rendeznek. Helyette egy váltó gyaloglás lesz, illetve megmarad a 20 kilométer. És mivel most a felkészülés alatt úgy éreztük Józsebában, hogy a gyorsaságom jobb, mint az állóképességem, ami 35 kilométerre kellene, ezért úgy döntöttünk, hogy ez a rövidebb táv ez sikeresebb lenne. Egy kicsit izgulok miatta, mert nemzetközi verseny utoljára a Rio olimpián versenyeztem ezen a távon, de bízom benne, hogy azért az emlékek majd segítenek. Nagyon sok világversenyen álltál már rajthoz most, hogy Budapesten rendezik a VB-t, egy picit más a várakozás, többen ez az izgalom? Hát hogy, de mindenképpen, főleg most, hogy már közeledik a rajt, így napról napra nagyobb az izgalom, egy kis nyomást is érzek, de hát bízom benne, hogy a rutinommal ezt kicsit el tudom nyomni, és csak a versenyre fogok innentől kezdve koncentrálni. Hatházi Dóra 200 pillangón, Stankovics Anna pedig az 50 méteres mellúszásban végzett a negyedik helyen a kínai egyetemi világjátékokon. A szintén nyíregyházi Barna Bianca a debreceni ifjúsági bajnokságon szerzett 2 ezüstérmet. Kiutazáskor kitűztük a célt, a döntőbe jutást, ezt mind a két lány teljesítette, és ez egy nagyon jó fegyvertény. Nagyon szép lett volna az érmes helyezés, én úgy gondolom negyedikkel se lehetünk elégedetlenek, főleg ha azt nézzük, hogy mind a három lány, sajnos a körülmények, amik nagyon jók voltak, amúgy betegen jöttek az, hogy légúti megbeszélés, egy nagyon erős klímahasználat, amúgy a rendezés maximálisan jó volt, tehát az elmondások szerint minden rendben volt. Én úgy gondolom, hogy a Dórinak a 200 pillanatban úszott ideje egy nagyon régen várt idő, ami a jövőben mutat, ha 2-10-en belül időt tud valaki, az már nemzetközi szinten is egész jó. Jövőben én azt mondom, hogy a kikopó idősebb versenyzők helyére nyugodtan oda lehet élni. Ez egy nagyon komoly edzésmunka kell. Anna esetében az 50 méter mell az várható volt a döntőbe kerülés. Én úgy gondolom, hogy ő is, hogyha egy olyan edzésmunka után van is nem diplomamunka és egyéb más dolgok forognak a fejében, akkor ez egy sokkal szebb eredmény is lehet. Nem vagyunk elégedetlenek, én úgy gondolom, hogy a jövőbe ebből lehet építkezni. Az ifi OB-ról már érkeztek érmek, ezzel elégedett vagy, vagy lehettek volna fényesebbek is? Én úgy gondolom, egy-két számban elejtettünk egy-két pontot, helyezést, hogy Biancának a 100 méter mellett nem sikerült a dobogóra kerülni, minden esély megvolt rá, ott fejben nem voltunk ott természetesen, vagy úgy mondom, hogy nem természetesen, hanem ott, amin kell javítani. A 200 méter mellett végre egyéni csúcsot tudtunk húzni, amit nagyon régen vártunk, elmozdult a legjobb idejéről. Ez most második helyre lett elég, de én úgy gondolom, a jövőben ebben van a legnagyobb lehetőség nála a 200 méter mellett, 50 méter mellett pedig már sikerült felgyorsulni annyira, hogy
hát egy kétszeres ifjú Európa bajnoktól kikaptunk, ami nem szégyen, de visszavágó lesz. Hogy néz ki a közeljövő és a távolabb jövők magyar az év hátralévő részének a programja? Én nagyon szeretném, hogyha most mindenki egy 3 hét pihenőre menne legalább. Szeptemberben, ahogy kezdődik az iskola, mi is újraindulunk. Mindenki megérdemli, edzők és versenyzők egyaránt, mert egy nagyon hosszú szezon volt. Én úgy gondolom, hogy novemberben az első és fő az a rövidpályás magyar felnőtt bajnokság, Kaposváron rendeznek, hagyományosan jól szoktunk szerepelni, utána pedig egy hónappal Szegeden a korosztályos rövidpályás magyar bajnokság. Rövidpályás szezon jön, ez most már szinte az úszásban mindenhol így lesz, az őszi-téli szezon a rövidpályáról szól. Egy új versennyel ismerkedtettél meg, hiszen az egyetemi világjátékokon képviselted Magyarországot és a Nyíregyházi Sportcentrumot. Milyen célokkal utaztál Kínába, ugye 3 számban álltál rajtkőre? Elsődlegesen én egyéni csúcsok miatt utaztam oda. Nyilván a helyezés is nagyon fontos volt, de tényleg nagyon jó formában utaztam ki, és az egyéni csúcsok voltak az elsődlegesek. 50, 100 és 200 pillangón indultál. Hogyan teljesítettél sorrendben ezekben a számokban? 50 pillanat az inkább egy ilyen bemelegítő szám volt. Az első nap próbáltam leküzdeni az izgulást. Egészen jól sikerült, nagyon közel úsztam az egyéni csúcsomhoz, és egy olyan időt sikerült úsznom, amit már nagyon rég nem tudtam. A 100 pillangó volt 2 napra rá, nagyon jó idő sikerült megint, másodjára úsztam 1 percen belül. Eddig ugye egyszer sikerült ezelőtt, és a 200 pillangó az pedig az utolsó 2 nap volt, előfutam, középfutam és a döntő. Mind a 3 úszás tényleg nagyon jó volt. A középdöntőben sikerült egy nagyon jó egyéni csúcsot úsztam, annak nagyon örültem, először úsztam 2:10 belül, és a döntőbe pedig első idővel kerültem be, de viszont nagyon erős volt a mezőn, így negyedik lettem egy nagyon kicsivel. Mi volt benned az erősebb, a csalódás, hogy lecsúsztál a dobogóról, vagy pedig az öröm, hogy ott lehettél egy ilyen világversenyen? Nyilván a döntő után nagyon szomorú voltam, nagyon kevés hiányzott a dobogóhoz, az nagyon jó lett volna, de nyilván nem lehetek csalódott, hiszen ott láttam egy ilyen világversenyen, és lényegében a célomat, az egyéni csúcsot sikerült véghez mennem, úgyhogy nem lehetek csalódott. Ha az úszáson túlnézünk, milyen volt a hangulata ennek a világversenynek? Mire jutott még idő a versenyzésen kívül? Nagyon jó volt tényleg minden a szervezés, a kínaiak kitettek szerintem magukért. Egy faluba voltunk, rendesen mint egy olimpiai falu. Mindenünk meg volt, tényleg segítőkészek voltak, és sikerült ellátogatnunk egy ilyen panda farmra, ahol tényleg betekintést rejtettünk, ugye, pandákat láthatunk, ugye ez nem mindennapi, úgyhogy tényleg az is nagyon jó volt. 2 ezüstéremmel tértél haza a Debreceni Országos Ifjúsági Bajnokságról. Milyen célokkal utaztál, és mennyire vagy elégedett ezzel a 2 ezüsttel? Nyilván így a saját bajnokságom volt, és szerettem volna mind a 3-ban megvédeni a bajnoki címemet. Ez sajnos nem sikerült, viszont én így is elégedett vagyok magammal, hiszen ez a 2 ezüstérem is ezért szerintem nagyon szép, illetve 200-an sikerült egyéni csúcsot úsznom így 1,5 év után, szóval nagyon örülök neki. Egyéni csúcsa lettél most 2. címvédőként, ami azt jelenti, hogy erősödött a mezőny az elmúlt évhez képest? Igen, elég jó időket úsztak így a döntőhöz is a lányok, úgyhogy ezért rendesen úszni kellett a délelőtti előfutamokban is, viszont sikerült így is megoldanom ezt a problémát, úgyhogy nagyon örülök. Most egy pihenő következik, aztán jönnek majd a rövidpályás országos bajnokságok. Milyen célra vágsz neki majd az év hátralévő részének? Szeretnék minél több egyéni csúcsot úszni természetesen, illetve döntős helyezéseket elérni, vagy akár érmes helyezést is. Elsősorban ez a cél, a későbbiben meg még meglátjuk. Hivatalosan is elkezdte a felkészülést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák horvát Ákos vezetőedző irányításával napi 2 edzéssel készülnek az NB1B piros csoportra. Kiegészültünk, most már 14 fővel edzünk. Nyilván ebben még vannak apróbb sérülések, akiknek volt rehabilitációs munkája, valahol a közepén tart. Itt az elején még nyilván, meg amúgy sem sietetjük ezeket a felépüléseket. Lényeg, hogy mindenki teljesen egészségesen fusson neki a szezonnak. Úgyhogy most már készülünk az edző mérkőzésekre. 11-12 fő teljes kerettel. Az első edzőmeccs Szolnokon lesz. Mi az elvárás ilyenkor egy találkozó előtt?
az első héten adott kereteket minél jobban lássuk viszont. De ezek a keretek nyilván még nagyon tágak, tehát úgy készülünk egy első edzőmeccsre, főleg egy frissen épülő csapattal, hogy ha kigurul a labda az alapvonalon, akkor legyen egy alapvonali bedobás, hogy ne egymásra nézzenek a fiúk. Ha az ellenfél egy középső labdás 2-2-t játszik, akkor legyen legalább egyfajta védekezésünk, amit nem egymásra néznek a fiúk, hanem én is viszont tudok kérni valamit, ami egy alaprotáció, egy alap egyszerűsített védekezés még, de a későbbiek fogjuk használni, és gerince lehet majd az évközbeni játékunknak. Ugyanígy a felállt játék, ugyanígy az átmeneti, de sokkal inkább, ha már az átmeneti játékot mondom, az edzőmérkőzés mindenképp azt szeretném, hogy mivel amúgy is egy olyan típusú csapat leszünk, legyen futós mindkét irányba, mindig érjünk vissza, mindig zárjunk vissza, illetve támadásban minél több gyors indítással operáljunk. Kiszolódnak egyébként össze a srácok pályán kívül? Nagyon jó kis társaság, így úgy látom pályán kívül is, hogy én magam is sokat mászkálok a városban, és mindig meglátok 2-3 különböző fazont biciklivel, rollerrel, ide mennek, oda mennek, beülnek kávézni, abszolút jó jelek vannak. Pályán belül meg nyilván még nagyon kevés idő volt, de kifejezetten jó hangulatban egymás biztatva dolgoznak. Ugye egy légió szerepelt a bajnokságban, mikor a kristályosodhat, hogy milyen posztra kell külföldi játékos hozni? Abszolút úgy vagyok vele, hogy ugye ez egy nem kötelező dolog, tehát van most egy komplett csapatunk, gyakorlatilag szerkezetben teljesen összeállt. Nem mondom, hogy az egész előtt, amikor építgettük a csapatot, nem volt még a kívánságlistán más típusú, de még magyar játékos. Úgyhogy ha az bebizonyosodik, hogy valahol, valamilyen pozícióban egy picit lyukasak vagyunk, akkor oda lehet, hogy fogunk igazolni, illetve ha árérték arányban egy annyira jó képesség és jó morálú játékos, még különösen fontos, hogy ha már ilyen jól összeállt ez a csapatmorál, ezen ne roncson mondjuk egy külföldi játékos azért, mert ő jó képességű. Vannak itt jó képességű srácok, mind bizonyítani akarnak, úgyhogy első körben azt szeretném, hogy minél nagyobb teret kapjon ez a bizonyítási vágy, és ha úgy érezzük szükségét, akkor maximum belenyúlunk, de nem ez az elsődleges cél. Te is egyike vagy az új játékosoknak. Mi volt a vonzó a Nyíregyháza megkeresésében? Horváth Ákos személye, ő volt, aki megkeresett engem. Ugye nekem még anno első osztályban a Vasasnál közösen pattogtattunk. Ő nekem akkor ott egy ilyen mentor szereplő volt, felvázolta itt a terveket, elmondta, hogy kikkel, hogyan fog felépülni a csapat, és tetszett így a közeg is, az ő személye is, Merimé is, úgyhogy igazából nem volt kérdés. Mire számíthatnak tőled a nyíregyházi szurkolók, magyarul mik az erősségeid? A harc, a szívem az biztos a pályán lesz, és úgy gondolom, hogy ez a többiekről is elmondható. Egy olyan társaság jött össze, akik biztos, hogy feltépik a parkettát, úgyhogy én amúgy is ebben nőttem föl, és most ez a közeg is, a többieket is úgy látom, hogy nyilván van, akit már ismerek, de a többieken is ezt látom, hogy őket is ez jellemzi, úgyhogy ezért is vonzó ez a közeg, úgyhogy ezt váratják tőlünk a szurkolók, hogy menni fogunk ezerrel. Készülnek a nyírbátori férfi kézilabdázók is. A továbbra is Falcsik Miklós által irányított együttes az átszervezett NB2 8 csapatos D csoportjába kapott besorolást. Úgy terveztük, hogy apró módosítással egybetartani ezt a keretet, de aztán végül is úgy erősödtünk a legtöbbet, hogy mindenki maradt a tavalyi, illetve a tavaly előtti keretből. Úgy látszik, szeretnek Nyírbátorban kézilabdázni ezek a fiúk, és a meglévő keret mellé kitűzött célunk, hogy egyre több saját nevelésű fiatalt építsünk be, akik a felkészülés során, ami augusztus 1-ével kezdődött, be is kapcsolódtak a munkába. Egy helyi kötődésű fiatalt igazoltunk vissza Nyíregyházáról, a Weibli Zoltánt, aki alapvetően az Aranysárkányból került be Nyíregyházára, és most visszakerült hozzánk. Nagyon ügyes, szorgalmas játékos, de említhetném a fiatalok közül Beregi Márkot, említhetném Kolozsvári Kristófot,
és a többiek is mind szorgalmasan dolgoznak. Milyen körülmények között tudtuk dolgozni Nyírbátorban? A körülményekkel nincs gond, edzőtáborra meg ilyesmire ugye több okból kifolyólag sem gondolhattunk. Munkahelyi elfoglaltság, annak az edzőtábornak nem sok értelme van, ahol nincs ott mindenki. Így az első két hétben heti 4 alkalommal a hazai csarnokunkban kezdtük meg a felkészülést, és az első két hét után ráállunk a heti 3 alkalomra, illetve 5 edzőmérkőzést tervezett be az edzőnk Falcsik Miklós, amiből egyet már az elmúlt héten le is tudtunk Hajdúböszörménybe, számomra is meglepően jó játékkal, mert ugye ez még az idény elején tartunk, még labda nem is nagyon volt kézbe, vagy nem elég sokszor volt kézben. És a héten folytatjuk a felkészülést a hagyományos módon, illetve a Tiszavasváriban megyünk csütörtökön edzőmérkőzésre. Egy dolog a szakmai háttér, mi a helyzet az gazdasági anyagi háttérrel? A éremosztó záróvacsoránkon Máté Antal polgármester úr nagy örömünkre biztosított bennünket arról, hogy mint a KFT 100%-os tulajdonosa a Nyírbátor város önkormányzata, hogy a tavalyi keretekből gazdálkodhatunk, tehát a tavalyi kereteknek megfelelően, és ez nagy öröm számunkra, hiszen tudjuk, hogy nehéz a helyzet minden területen, úgyhogy ezzel nincs problémánk. Az MKSZ szervezte az NB2-es bajnokságot, 8-8 csapatos csoportot alakítottak ki, a Nyírbátor D csoportba kapott besorolás. Mennyiben változik így a lebonyolítás? Változik. Összességében ugyanannyi mérkőzés szám lesz az alapszakaszt, illetve a rájátszást illetően. Volt 6 darab 12 csapatos MB2 eddig, most 8 csoport, ami 8 csapatos lesz. Tulajdonképpen ősszel, illetve belemenve egy kicsit a tavaszba, lejátszuk az oda-vissza mérkőzéseket. Ennek megfelelően ki fog alakulni 1-től 4-ig, 4-től 8-ig a helyezés. Az 1-től 4-ig helyezést, amiben merem remélni és minimális célkitűzésünk, hogy benne legyen a csapatunk, összekerül a C csoport, amiben már van Pest megyei, Nógrád megyei, Borsod megyei, vannak Borsod megyei csapatok. Nem lehet tudni, hogy kik kerülnek a felső négybe, de mi azzal az első néggyel fogunk ismételten oda-visszavágó mérkőzésen találkozni. Akik jönnek velünk, hát ugye így mondom, hogy jönnek velünk, mert el sem tudom képzelni, hogy ne kerüljünk a rájátszásban a felső négybe. Akik jönnek velünk, még egyszer velük már nem játszunk, de akiket újonnan kaptunk, ebben lehet Salgó Tarján, ebben lehet DVTK, ebben lehet Acélváros, ebben lehet Vác, tehát Füzesabony, stb. Nem lehet megjósolni, hogy ki fog az első négybe kerülni, akkor velük játsszuk, a végső sorrend kialakulása okán a mérkőzéseket oda-visszavágó alapon. Tekintve, hogy gyakorlatilag az elmúlt 2 éve minimálisat változott a keret, említetted, hogy a minimális célkitűzés az alapszakaszban az első 4 között végezni. Mit tűztetek ki a végére, vagy pedig meg kell nézni, hogy mennyire erősek a csapatok a másik csoportban? Minden csapat izmosodott, tehát mi mondtam, hogy attól izmosodtunk, hogy egyben maradtunk, és egy összeszokott társaság van már itt, ami rendelkezésünkre áll. Mindenki izmosodik, ugye a Zuhany híradóból értesülünk innen, onnan, amonnan ki, hova igazolt, és még az alapszakasz sem lesz olyan egyszerű, mert erősödött, nagyot erősödött, most csak, hogy két nevet mondjak, a Hajdúszoboszló Páncél Zolival, illetve Szűcs Balázzsal, nem kell bemutatni egyik játékos sem. Erősödött a hajdunánás, nem tudjuk, hogy Tiszavasvári Szike mennyire fogja, de garancia rá az edzőjük, hogy összekapja őket. Tehát már az alapszakasz nehéz lesz, és a rájátszásban pedig
igazán élvezetes meccsekre számítok, és magas színvonalú mérkőzésekre. A célkitűzés, hát tavaly is ezt mondtam, az első öt, de valahol próbálnánk úgy a hagyományokhoz híven valahol dobogó közelben maradni. Mikor kezdik a bajnokság, és melyek lesznek a meccsnapok? A bajnokság szeptember 10-én kezdődik. Itt hívnám fel a figyelmét mindenkinek, hogy általában a hazai mérkőzéseink szombaton lesznek, de ez az egy kivételével, ez vasárnap fog megrendezésre kerülni, Nyírbátorban a szokásos helyen a oktatási centrumban, és a további mérkőzéseink, a hazai mérkőzéseket illetően mindig szombaton fogunk játszani. Erről majd hírt fogunk adni különböző felületeken, az oldalunkon, én saját megosztásomon, úgyhogy szeptember 10-18 óra mindenkit várunk szeretettel. Augusztus utolsó vasárnapján harmadik alkalommal rendezik meg a Nyíregyházi Futófesztivált. A résztvevők a Kossuth térről indulva teljesíthetik az 5, a 10 és a 21 kilométeres távot. A Mozaikmenő Futóközösség 5 évvel ezelőtt alakult, ez egy teljesen ingyenes mozgás lehetőség, azzal a céllal hoztuk létre, hogy heti szinten a lakosságot szólítsuk meg, és szakemberi háttérre tudjanak kijönni, életmódot váltani. Nagyon fontos kiemelni, hogy Magyarországon egy euróbarométeres felmérés alapján 4%-unk mozog rendszeresen, és 59%-uk pedig semmit, abszolút semmit, évek óta nem mozog. Ez az egyik érv, ami miatt szeretnénk megmozgatni a lakosságot. A másik az pedig, azt nézte meg a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, hogy melyik azok a tényezők, ami az egészségünket befolyásolja. És a genetikáról, a környezetről, meg az egészségügyi rendszernek a hatásairól rendszeresen mesélünk, viszont 37%-ban az életmód miatt olyan rossz az egészségi állapotunk, és a Mozaikmed Futóközösség, illetve a Mozdó Nyíregyháza erre szeretne egy heti szintű választ adni, míg a Nyíregyházi Futófesztivál pedig az éves motivációt szeretné ezt megteremteni a helyi lakosnak és a hazai résztvevőknek. Milyen volt az első két futófesztivál tapasztalata? Nagyon pozitív volt, első alkalommal nagyságrendileg 500-an jöttek el, a második alkalomra már 700-an is volt egy családi rendezvényünk is, ami közel 300 embert mozgatott meg. Mindenki jó érzéssel távozott, ez külön köszönöm a csapatomnak, hiszen azt láttuk, hogy olyan szinten kiszolgálják és a tenyerükön hordozzuk a 170 fős önkéntes csapatunkkal a futókat, hogy ezért tudtak nagyon jó érzéssel távozni. Picit más ez a futófesztivál azért is, mert figyelmet fordítottok a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre. Igen, egy zöld szervezés folyik a háttérben, nem lesz szórólapozás, nem lesz egyszerhasználatos műanyagozás, nem lesz kimaradt póló, ha picit hulladékot is termelünk, azt szelektíven fogjuk összegyűjteni. Nagyon fontos a kommunikációban, a környezetfejlesztésre, védelemre is odafigyeljünk az egészségfejlesztés mellett. 27-én vasárnap lehet majd futni, de ez egy kétnapos rendezvény, hogyan épül fel a program? 26-án szombaton lesz egy motivációs est, ahol sportos munkáltatók, sportos lakosok, akik életmódváltókból lettek, akár ultrafutók, illetve sportszakemberek fogják tanítani és motiválni a lakosságot. Itt az a cél, hogy azt a tudást adják át, hogyan lehet család, karrier mellett rendszeresen fenntartani a mozgást. Ezen kívül pedig másnap futóversenyek az 1 kilométeres gyermektávtól a jótékonysági távon át egészen az egykörös félmaratonig lehet választani. Említetted a jótékonysági távot, kinek javára gyűjtötök ezen a rendezvényen? Jótékonysági távon a leukémiás gyermekekért alapítványnak gyűjtünk, azt szeretnénk elérni, hogy aki valamelyik távon elindul, egy záró számon a jótékonysági 1 kilométeres körön fusson, és az anyagi felajánlás a 100%-ban a szervezetnek fog menni. Van még szűk 3 hét a versenyig, aki mondjuk mostanában nem nagyon futott, érdemes-e még elkezdeni kocogni holnap, hogy legalább a legrövidebb távon rajthoz tudjon állni? Felnőtteknek ugye több lehetőség is van rövid táv teljesítésre, az egyik az 1 kilométeres jótékonysági táv, azt gond nélkül 3 hét felkészüléssel is, akár gyermektávon is, a gyerkőccel lesétálva is van lehetőség, és ugye 5 kilométer még, ami rövid táv, ezt azoknak javaslom, akik az elmúlt időszakban legalább hetente 2-3-szor valamilyen sportot műveltek, nem feltétlenül kell, hogy futás, de ők szerintem teljesíthetik az 5 kilométert. Sokan azért nem kezdenek el futni, mert monotonnak tartják, te gyakorló futóként mivel tudsz kedvet csinálni? Egy nagyon jó közösséget javaslok, tehát egyedül tényleg monoton, de nyilván az egyedüli futást is fel lehet dobni akár zenével,
De a legfontosabb szerintem az lenne, hogy találjunk vagy egy futótársat, vagy egy jó közösséget, és a legnehezebb kihívásokon is átlendít egy futóközösség, hogyha tudom, hogy menni kell, például mi rendszeresen 5 éve hétfőn 6-tól tartunk futást, én is van az, hogy biztos, hogy nem mennék egyedül, de a közösség miatt kimegyek és futok. Nyíregyháza néve szinte nagyon sok sporteseménye, ezen belül nagyon sok közösségi sportrendezvény van. Ez a némileg speciális futófesztivál milyen helyet foglal ebben a sorban? Nagyon előkelő helyet, ugye egyrészt egyre népszerűbb, egyre többen vesznek részt, nem csak a félmaratonon, ugye az a legnagyobb táv, a többi távon is, van egy jótékonysági programja most is, és hát a Vida Fesztivál alatt szerveződik, harmadszor, illetve másodszor, mert tavaly óta van ez az időpont, és hát nagyon, nagyon örülök, hogy ilyen jó mennek a dolgok, egyre színesebb, új elemekkel bővül, ugye maga az, hogy a félmaraton a város legszebb részein vezet keresztül és egy körben zajlik, a Kossuth téri programokkal összekapcsolódik, a Vidor Fesztivállal, és van egy stabil névadó szponzora, a Victor Szematik Hungária Kft., és van egy nagyon lelkes civil szervezet, a Mozaik Med, akik rengeteg munkával, sok önkéntes aktivistával segítik ezt a programot, és hát természetesen az önkormányzat is, de nekünk az a legnagyobb eredmény, hogy az infrastruktúra fejlesztéseink népszerűek, használják, hát itt a rekordtáv futópályákra gondolok, most is két ilyen beruházásunk folyamatban van, mert hogy a régi laktanyában Tiszavasvári úton ott megy a fejlesztés az teljesen szabad idősportra, a stadion körül pedig, mint ahogy az atlétikai centrumnál is épült, lesz egy mindenki által használható rekordtáv futópálya, ráadásul 600 méteres, és hát ennek látszik is az eredménye, egyre többen sportolnak, én azt remélem egyre egészségesebbek a nyíregyházia. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.